A ma látható történeteink ördögi erőket mutatnak be. Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Olyan világban élünk, ahol hihető és hihetetlen dolgok is történnek. Illúziók takarják el az igazságot, és a lehetséges magyarázatok lehetetlennek tűnnek. Ön képes eldönteni, mi igaz és mi nem. Mindenekelőtt meg kell békélnie egy fontos ténnyel, néha az egyetlen magyarázat nem észszerű. Az igazság néha nem egyértelmű. Ezen a képen valójában két kocka van, pedig csak egyet látunk. Habár egyszerre csak egy kockát veszünk észre, igazából mindkettő létezik. Ma két egymás mellett létező fogalommal foglalkozunk, a jósággal és a gonoszsággal. A történeteink ördögi csavarokat tartalmaznak. Önnek kell eldöntenie, hogy igazak-e vagy hamisak. A műsor végén eláruljuk a válaszokat, de ne feledje, ha tudni akarja az igazat, ne higgyen mindig az első pillantásnak. Ült már körhintán? Biztos vagyok benne, hogy gyerekként ön is járt Vidám Parkban, vagy egy Wurstliban. Penny Bell életében jelentős szerepet játszottak a körhinták. Az apja egy ilyet üzemeltetett. Már gyerekkorában megtanította a lányának, hogyan takarítsa le a lovakat, és hogy miként kapcsolja be a szerkezetet. Penny valami mást is megtanult a körhintáról. Valami furcsa módon árad belőle a gonoszság. Ezt a régi körhintát a már elhunyt édesapám Oscar Bell üzemeltette. És évekig ez volt az egyetlen ringlis pill Everglades-ben. A helyi lakosok körében hatalmas népszerűségnek örvendett. A gyermekkorom fontos része volt. Sosem felejtem el azt a napot, amikor az apám először ültetett rá az egyik műpónira. De az már rég volt. 23 évvel később az édesapám a végrendeletében rám hagyta a körhintát. Megkértem az élettársamat, George-ot, hogy segítsen újból beindítani. Kapcsold be, Penny, most már forognia kell! Ez volt életem egyik legelhibázottabb döntése. Édesapám utolsó életévében különös dolgok történtek a körhintával. Apróbb balesetekkel kezdődött. Majd egy nap teljesen elvesztették az uralmat a ringispül fölött. Rengetegen megsérültek, egy ember meg is halt. Azt mondták, átok ült a körhintán. Az emberek féltek tőle. Az édesapám végül úgy döntött, hogy lebontja és egy közeli raktárba szállítja a darabjait. Senki sem akart felülni rá. Nem volt más választásunk. Átok! Az átok megfogott! Ez nem vicces, George. Jól van, na Penny, csak hülyültem. Ugye nem hiszel ebben a nevetséges átoglablában? A legendákat nehezen felejtik el az emberek. Mivel csaljuk ide őket? Egy maratonnal. Mivel? Egy maratonnal, egy rekordkísérlettel. 100 órán át megyek majd körbe-körbe. Őrült vagy. Ne! Várj, gondolj csak bele! A sajtó imádja az ilyesmit. Ezzel megalapozhatjuk a hírnevünket. Meggyőzöm őket, hogy a körhinta biztonságos. Ez az ötlet tényleg egész jó. Ugye? De hogy bírsz ki rajta 100 órát? Csak készíts ki néhány szendvicset, meg egy kis ásványvizet. Más nem is kell. George! Hé, gáz van! George, itt vagy? Légy szíves, válaszolj! Penny! Jól vagy? Maga meg kicsoda? Semmi baj. George, az úr Ike.
A körhintán dolgozott az apámmal. Hiba volt összeszerelnie ezt az Isten csapását. Tudja az apja, sohasem hitt el, hogy ezt az átkozott ringispilt ördögi szellemek szállták meg. De én igen. Ja, persze. Ezek a pokol lovai. Hadd áruljak el valamit. Voltam azon a napon, amikor ez a masina elszabadult. Nem tudtuk leállítani. Ledobálta az embereket. Ezt az átkozott körhintát. El kell pusztítani. Égesség, Pori! Hallják! Ike egy kicsit bekattant a baleset után. Nem mondod? Mi fura, nekem fel se tűnt. Gyújtsák fel! George-al sikerült kicsalogatnunk néhány újságírót a nagy eseményre. Mindenki bizakodó volt. De azt még csak nem is sejtettük, hogy az újságíróknak végül nem a reformról kell tudósítani. Amikor 100 órával később lekászálódom erről a lóról, nem csak egy új rekordot állítok fel, hanem be is bizonyítom, hogy ez a ringlispiel biztonságos. Nem fél az átoktól? Az átok halandja. És ezt idézhetik is. Mehet, George! Indítsd el, Penny! Ég veletek, srácok! 4 nap múlva találkozunk! Alig hittem el. Az édesapám álma feltámadt. Megérintett a remény. Aztán elkezdődött a rémálom. Mi a baj? Nem fogod elvinni, de ez a ló az előbb. Megmart. Persze, George. Jó, tudom, nevetségesen hangzik, de a kezem a fején volt, erről belém harapott. Jól van, nagyon vicces vagy. Elég a hülyeségből. Ez teljesen komoly. Állandóan viccelődik. Meghalt! Miért persze volt? George! George! Mi van veled? Meghalt Miss Penny. Azt mondják, a körhinta darabjait egy elhagyott raktárban tárolták a város mellett. Ezen a környéken csak úgy nyüzsögnek a kígyók. Az egyikük valószínűleg még télen bekúszott a raktárba, és éppen az egyik ló fejében telepedett le. Vajon egy megtörtént esetet meséltünk el? Vagy megpróbáljuk lóvá tenni önt? A műsor végén természetesen eláruljuk majd az igazságot. A következő történet egy házról szól, amelyben egy rejtélyes, vörös szemű szörnyeteg vert tanyát. Látott már valamit, ami nem is volt ott? Ne válaszoljon. Előbb nézze meg ezt a pálcát. El tudja hinni, hogy ez képes mérni az időt a levegőben? Nézze. Látja a számokat? Na? Nincsenek is ott. A Sterling család is különös dolgokat lát. Nem tudják pontosan jellemezni, azonban
a borzalmat nehéz is. Első pillantásra beleszerettünk a házba. Minden megvolt benne. Volt egy hatalmas udvar Billynek, egy modern konyha a feleségemnek, Sallynek. Már előre éreztem az incsiklandó vacsorák illatát, amik itt készülnek majd. Ah. Gyönyörű. Még sosem láttam ilyen szép házat. Tetszik? Nagyon szép. Volt egy külön szoba a remek dadusunk Maggie számára is. Rendes nő volt. Nem csoda, hogy Billyvel igazán megkedvelték egymást. Ideje aludni menni, Billy? Biztosak voltunk abban, hogy végre megtaláltuk az álmaink otthonát. A gondok akkor kezdődtek, amikor egy éjszaka Billy kiment a konyhába egy kis sütiért és tejért. Képzelődtél, Billy. Maggie-nek igaza van. A vörös szemű lény nem létezik. Ne sírj, semmi baj. Néhány nap esemény nélkül telt el, azonban Billy továbbra is félt a vörös szemű szörnyetektől. Azt hajtogatta, hogy igenis látta a rémet. Egy nap korán mentem aludni. Sally még a konyhában mosogatott. Ah, hát ez meg jó fene. Ah. Mi ez? Ki az? Linda, teljes beszámolót kérek a házról. Igen, reggel felhívtam az ingatlan ügynököt. Egy kis vallatás után elárulta, hogy tényleg történt valami szokatlan a házunkban. Az előző tulaj felakasztotta magát búcsúlevél nélkül. Öngyilkos? Magyarázat nélkül. Senki sem tudta, miért lett öngyilkos. De az ügynök szerint paranormális tevékenységet egyszer sem jelentettek be. Nem, egyáltalán nem hiszek az ilyesmiben, de azért, tudod, erről illett volna szólnod azelőtt, hogy megvettük a házat. Na jó. Először is azt akarom mondani, hogy itt nincsenek kísértetek. Egyetértek, Mr. Sterling. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a történtekre van észszerű magyarázat. Arra is van észszerű magyarázat, hogy az előző tulajdonos miért lett öngyilkos? Miről beszélsz? Az öngyilkosság sosem észszerű, Sally. Jó, ezt tudom. De azt is tudom, hogy mit láttam, Don. Rendben. Lehet, hogy a házban nincsenek kísértetek, de akkor áruld el nekem, mit láthattunk Billyvel ebben a helyiségben? Na ne. Szerintem most nem kéne felizgatnunk magunkat. Na, álljon meg a menet. Álljon csak meg a menet. Don, mit művelsz? Nézz oda. Ó. Oh. Na jó, ebben van valami. De mi kapcsolta le a világítást? És Billyvel mindketten hallottuk azt a szörnyű, ziháló hangot. Rövid zárlat volt, ellenőriztem a vezetékeket. Hidd el, szerintem te a légkondit hallottad beindulni. Nem is tudom, Don, olyan valódinak tűnt. Nagyon megijedtem, szinte... Mr. Sterlingnek igaza van. Megvan a magyarázat.
de elsiklunk a legfontosabb kérdés fölött. Mi lesz Billyvel? Ez igaz, Maggie. Billy teljesen megváltozott, amióta látta azokat a szemeket. A fényeket. Mit csináljunk? Vigyük el egy pszichológushoz? Gondolod, hogy erre lenne szüksége? Szerintem ez felesleges. Majd én beszélek vele. Megnyugtatom. Jól van. Még mindig nagyon félsz, ugye, Billy? Maggie. Nagyon ijesztő volt. Elhiszem, fiacskám. De tudod, hogy honnan származott, ugye? Innen belülről. Neked csodálatos képzelőerőd van. Ez egy gyermek számára óriási ajándék. De olyan nagyon félek tőle. Persze, ez így működik. Néha azért képzelődünk, hogy boldogok legyünk. De némelyik képzelgés megijeszthet minket. Ám ahogy felnövünk, egyre kevésbé figyelünk oda a képzelgéseinkre, és az életünk kissé unalmassá válik. Te ne feledkezz meg a képzeletedről. Nem fogok. Vegy szóra? Vegy szóra. Szeretlek, Maggie. Én is téged, Billy. Jó ét. Jó ét, fiacskám. Egy gonosz szellem uralta a házat? Ha igen, megszállta a dadust. A többi gond idején még nem is lakott a házban. De az is lehet, hogy a vörös szemű lény csak vigyázott a családra. Azóta semmi különös nem történt velük, legalábbis még nem. Vajon ez egy igaz történet, vagy csak képzelgés? A műsor végén, mint mindig, most is kiderül majd az igazság. Ám jöjjön egy történet egy használt autókereskedésről, ahová ellátogat a gonosz. Ha használt autót szeretne venni, előre tudja, miért akar? Még ha szakértőnek is tartja magát az autók terén, a döntés nem könnyű. Például azt hihetnénk, hogy ez a kocsi megéri a teljes árát, ám ha jobban megnézzük, csak a felét éri. Ezért néha muszáj megbíznunk az értékesítőkben, ám közöttük is akadnak kétszínűek, mint például Sunny Rhodes. Minden szabályt áthágna azért, hogy eladjon egy kocsit, sőt, a parancsolatokat is megszegi. Ciao, jó hírem van! Megvan a Verda! Nem pont olyan, amilyet kértél, de imádni fogod. Sunny Rhodes, üzletkötés közben. Egy kis poénkodás, egy kis nyalizás, és a vásárló az izzadó tenyeréből eszik. A hozzá hasonlókért gyűlölik az értékesítőket. Rontja a hitelünket. Nincs szükség a feltuningolásra. Ne, tökéletes állapotban van. Tudom, hogy a legjobbat akarod, és örömmel el is adom neked. Négyen voltunk a kereskedésben, de mindig Sunny volt a hónap dolgozója. Dolgom van, majd visszahívlak. És előszeretettel lopja el mások ügyfeleit, különösen az enyémet. Köszönöm, hogy egy ilyen napon kifáradt hozzánk. Semmi gond. Ez az autó nagyon jól néz ki, de mi a helyzet azzal a nagy járgánnyal, azzal, ami ott van? Azt jobb, ha inkább nem veszi meg Mrs. Klein. Már több mint 150 ezer mérföldet futott. Ráadásul csúnyán elhanyagolták. Persze én jobban járnék, ha eladnám, de az nem lenne korrekt. Azonban ez itt, ez egy szépség. Walter Dunberg, kérem, azonnal fáradjon az igazgató irodába. Kérem, bocsásson meg. Hív a főnek. Mindjárt jövök. Megvárom. Köszönöm.
Szép jó napot! A nevem Sunny Rhodes. Mr. Dumbernek dolga akadt, majd én a helyébe lépek. Ó, milyen kár! Kedves férfinak látszott. Aha. Csak hogy ő nem tudta, hogy mi kell magának. Én azt mondom, a kocsi tükrözze az embert. Ön olyan nő, aki mindenből a legjobbat érdemli. Köszönöm. Hadd mutassam meg a járművet, ami a legjobban illene önhöz. Jöjjön. Hagyjatok, csak beszélek a fejével. Nem elég, hogy leégetett a főnök előtt, ellopta az egyik ügyfelemet is. Higgadj le, még a végén nagyon vered. Úgy lenne a legjobb. Nem unjátok, hogy folyton hátba döfti titeket? Mi is unjuk, de gondolkozz egy kicsit, ha most kimész oda és jelenetet csinálsz. Szerinted kit rúgnak majd ki? Igazad van. Rendben. Rühellem a patkányt. Tudom. Tudom. Viszlát! Csodálatos járgány! Elloptad az ügyfelemet, te mocsok! Ez volt az utolsó húzásod! Bárcsak láttad volna a profit működésben, csórikám! Annak a vény csorosziának eladtam teljes áron egy olyan járgányt, amely már több mint fél éve nem volt szervízben. Ez hihetetlen, Sunny. Te tényleg büszke vagy arra, hogy átvertél egy idős nőt? Ez egy kemény szakma, fiúk. Ti is tudhatnátok. Ha nem tetszenek a módszereim, tűnés. Most gyerekek, dolgom van. A következő nap Sunny nyílve próbált ütni egy üzletet egy négyfő zenekarral. A Lenny Hyde vezette Society Kings-szel. Vegasba mentek koncertre. És szükségük volt egy kis teherautóra. Ide hívok egy szerelőt, hogy megvizsgálja. Estére meg lesz. Nem várhatunk addig. Figyelj, 3 órán belül már útra készen kell lennünk. Este fellépünk. Sunny tudta, hogy a kocsi nem biztonságos. De köpött rá. Csak a pénz érdekelte. Jól van, Lenny, akkor viheted. Csak egy rutinvizsgálat lenne az egész. A járgány tökéletesen szuperál. Ez a legjobb kocsi ezen a helyen. Nekem elhiheted. Kösz, haver! Akkor menjünk. Nagyszerű! Jó utat! Köszi! Mi újság? Olvas egy kicsit. A Lenny Hyde vezette Society Kings tagjai tegnap késő délután életüket vesztették egy tragikus autóbalesetben. A rendőrség jelentése szerint az autó fékrendszere éppen a kanyargós úton mondta fel a szolgálatot. Milyen kár? Milyen kár? Csak ennyit tudsz mondani? Tudtad, hogy a kocsinak rossz a fékje, de nem szóltál. Nem szóltál nekik a fékről. Hé, hey, én mondtam, hogy várjuk meg a szerelőt, de sietniük kellett. Ez nem az én hibám. De igen. Tényleg? Klassz. Engem hibáztattok a halálukért, nem már. Menniük kellett, ha menni kell, hát menni kell. Ez nem a vén Sunny sara. Okoljátok a sorsot. Hihetetlen vagy, öreg. Mi hárman aznap korán mentünk haza. Sunnynak dolgoznia kellett, úgyhogy ő zárt. Azonban, ami ezután történt, arra nincs magyarázat. Ki az? Volt
te vagy az? Na jó, mi folyik itt, Tom? Szállj már ki onnan! Elég, srác! Hagyjátok, abban már nem vicces! Szálljatok ki a kocsiból! Elég, ez nem vicces! Srác! De már... Sunny Rhodes többé egy ügyfelet sem vert át. Aznap este tisztázatlan körülmények között halt meg. A másik három értékesítő sziklaszilárd alibivel rendelkezett Sunny halálának időpontjára. De ha mégis ő költék meg, ki vezette a negyedik autót? Bár, akár még az is lehetséges, hogy a korábban eltávozott négy fős zenekar szellemei ültek aznap este a volán mögött. Mellesleg, alaposan gondolja meg, hogy ez a történet igaz-e, vagy elmeszülené? Nincs garancia. A műsor végén eláruljuk az igazságot. Most egy történet arról a bolti eladóról, akinek egy este nem mindennapi vevői akadnak. Manapság mindenki sztárnak számít. Képernyőre kerülünk, miközben liftekben, reptereken, plázákban és... közértekben vagyunk. Azonban a nap végén letörölnek bennünket, hogy másnap új sztárok léphessenek a helyünkbe. A hatóságok néha ennek a segítségével lepleznek le gonosz mesterkedéseket. Alek Wozowski közértjében egyáltalán nem szükséges kamera a gonosz rögzítéséhez. Magunktól is érezzük. A hazámat, Szerbia-Montenegrót egy évvel ezelőtt hagytam magam mögött, hogy új életet kezdhessek Amerikában. Szerencsére a magammal hozott pénzből sikerült megvásárolnom egy kicsi közértet. Tessék! 24 órán keresztül kizárólag egy dologról álmodoztam. Arról, hogy a nejemet és a gyerekeimet ide tudjam hozni. Amikor elhagytam Szerbiát, nem volt elég pénzünk, hogy ők is velem jöhessenek. És már alig vártam, hogy újból láthassam őket. Rengeteget dolgoztam, és a megkeresett pénzt eltettem. Nem költöttem el semmi feleslegesre. Már sikerült összegyűjtenem 8000 dollárt. Ez elég ahhoz, hogy a családomat végre elhozhassam Amerikába. Jó reggelt, Mrs. Raman. Buongiorno, Mr. Wozowski. Hogy érzi magát? Jól vagyok. Hamarosan ide utazhat a családom. Ó, annyira örülök neki. Alig várom, hogy találkozhassak velük. Ön egy derék fiatal ember. Köszönöm. Tudom, hallott róla jót vagy semmit, de Mr. Ritter tudja, az előző tulaj, nyugodjon békében, egy szörnyű, szörnyű alak volt, senkit se szeretett, még a kisgyerekeket sem. Hallottam, vajon mitől lehetett ilyen? Nem volt szíve. Gonoszság lüktetett a mellkasával, a disznó. Mindig olyan goromba volt a szegényekkel, meg a hajléktalanokkal. Hiába volt pénzük arra, hogy vegyenek valamit a boltban. Még csak be sem engedte őket. Ez szörnyű. Tudja, hogy meggyilkolták, he? Még tavaly. Pont ott, ahol most áll. És az a kamera, hiába filmezte le a gyilkosokat, nem kapták el őket. Tudom, hogy nem lenne szabad így éreznem, de nem nagyon gyászoltam meg azt a férfit. Ó, bocsáss meg, uram, bocsáss meg. Mennyivel tartozom? 550-nel. Úgy döntöttem, hogy aznap korábban zárok. Mert ki akartam menni a repülőtérre, jegyeket venni a családom részére. Már majdnem kész voltam, amikor meghallottam a csengőt. Mentem, hogy kiszolgáljam az utolsó vásárlómat. Nem kellett volna. Mivel szolgálhatok? Ide a pénzzel. Kérem, ne bántson.
Nem azt akarom, hanem a dobozt. A fémdobozt. Milyen fémdobozt? Amit a pult alatt tart. Fogalmam se volt, hogy honnan tud a fémdobozról, de odaadtam neki. Pedig benne volt minden álmom. Feküdjön a földre! Gyorsan! Hasra! Akvarad! Nem tehettem mást. Azt kellett tennem, amit mondott. Eltelt néhány perc, amikor megszólalt a csengő. Azt hittem, hogy a férfi elment. Úgy tűnt, biztonságban vagyok. De aztán... Adja ide a pénzt! Most! Mi ez? Ez csak apró pénz! Hol van a többi? Esküszöm, hogy nincs nálam több! Semmi. Tűnjünk innen. Nem tudtam elhinni, ami történt velem. Eddig még egyszer sem raboltak ki. Most meg egy óra alatt kétszer is. Elvesztettem mindent. Mennyivel tartozom? Adja ide a pénzt! Most! Ezt nem értem. Hová tűnt az első rabló? A kazettát átnéztük, nincs rajta. Ennek nincs semmi értelme. Ő vette el a fémdobozomat, amiben 8000 dollárt tartottam. Rajta kell lennie. Hát, nem tudom, mit mondjak. Hé, találtam valamit. Itt a dobozom. Ez meg hogy lehet? Esküszöm. Az első rabló ellopta a dobozt. Nem tudom, hogy mi történt, de legalább a pénze még megvan. Két nap múlva a Blake tizedes híreket hozott. Azt a hírt soha az életemben nem felejtem el. Gondoltam, szólok, hogy elkaptuk a két rablót. Tényleg? Aha. Ennek igazán örülök. Hé, még nincs vége. Bevallották az előző tulaj Stanley Rater meggyilkolását is. Mi? Egyeztettük a régi felvétellel, ők voltak azok. Szerencséje volt. Adhatok egy másolatot? Megnézi? No, na. Egész egyszerűen képtelen voltam hinni a saját szememnek. Állj! Ez ő! Ez az ember lopta el a pénzemet! Sejtettem is. Illet rá a személy leírás. De ki ez a férfi? Hát Stanley Ritter, az előző tulaj. Stanley Ritter, az előző tulaj. De hát az nem lehetett. Ő már több mint egy éve halott. Két hét múlva Alec családja megérkezett. Mi történt a dobozzal? Ki lopta el? Valaki, aki hasonlított a korábbi tulajra, vagy maga Stanley Ritter szelleme volt. Talán Stanley megpróbálta jóvá tenni a hibáit azzal, hogy megóvta egy ember pénzét. Ez a történet igazság vagy hazugság? Árulja el, mit rögzítettünk. Még kicsit várni kell az igazságra. Végezetül jöjjön egy második világháborús történet egy megdöbbentő és hihetetlen csavarral. Írta már bele a monogramját a nedves betonba? Csábító gondolat. Ugyanakkor nem is túl helyes. Szerencsére helyrehozhatom az okozott kárt. Bár manapság némely területen a falfirkálás szinte már művészetnek számít, volt egy idő, amikor a firkálásokat szigorúan büntették az üzenettől függetlenül. Menjünk vissza az időben. Amikor egy iskola igazgatónak, Harvey Blocknak egy új gonddal kellett szembenéznie. 1941-et írunk. A gond neve graffiti. A 41-es tanév volt életem legkülönösebb időszaka.
Tűz ütött ki a gimnáziumban, két diák majdnem meghalt. Volt tippem a tettes kilétét illetően, de bizonyítékom egy szál se. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt az autót és ezt az iskolát én vezethetem. De mindig vannak olyan diákok, akik nem követik a szabályokat. Blokkigazgató! Blokkigazgató! Dave, jó reggelt! Jó reggelt, uram. Van itt valami, amit látnia kell. Álljanak arrébb! Emlékezz Pearl Harborra. Valaki elcsúfította az iskola tulajdonát. Sejtem is, hogy ki lehetett. Tudom, hogy van lóvéd. Ürítsd ki a sebedet, vagy én kutatom át. Mi ütött beléd, Evans? Semmi. Mi az, hogy semmi? Ez a görcs ló nekem. Igaz, görcs? Menj be a következő órádra. De te velem jössz. Sose ismertem rosszabb gyereket Johnny Evansnél. Lelkiismeretlen volt, érinthetetlen és veszélyes. Ha megláttam, elöntötte a vér az agyamat. Ki akartam rúgni? Azt hiszed, kemény fiú vagy, igaz? Igaz? Önnél keményen. Azt hiszed, hogy különleges vagy? Tudod, hogy mi vagy? Egy semmire kellő, mocskos kis huligán. Írd fel azt a mondatot, hogy emlékezz Pearl Harborra, a táblára. Miért? Valaki elcsúfította az iskola tulajdonát. Szerintem te voltál. Nem tudom, hogy miről hadovál. Miért van az, hogyha valami gebasz van a suliban, maga szerint én vagyok a felelős? Mert sok mindenért te vagy a felelős. Semmire kellő vagy, Evans. Befejezte? Nem, korán sem. Tudod mit? Szerintem közöd volt ahhoz a tűzesethez is. Bizonyíték? Egy órán át próbáltam megpogítani a srácot. De hiába próbálkoztam, képtelen voltam megtörni. Csak a saját szabályait tisztelte. Az utca szabályait. Tudtam, hogy rossz hatással van a többi tanulóra, és ez aggasztott. Valósággal árad belőle a gonoszság. Még egy diák sem tudott így ellenszegülni nekem. Az egész középiskola a legördögibb gyereke volt. Végül majdnem találtam egy indokot a kirúgására. Tudod, mik ezek? Könyvek. Ez az iskola látogatási napló. Ebben az igazolások vannak. Nos, lássuk, lógtál-e annyi napot, hogy végre kicsaphassalak innét. Ez meg mi? Ez hihetetlen! Betörtél az irodámba, és összefirkáltad a naplókat! Elnézést, hogy megzavarom, blokkigazgató, de jobban teszi, ha kinéz az ablakon. Összefirkáltad az autómat! Te rohadt kis semmit! Ne, nyugodjon meg, uram, nyugodjon meg! Akármi gondja is származhat abból, ha megüti ezt a csibészt. Mikor? Mi az, hogy mikor? Mikor nyúltam a kocsijához? Hiszen egész végig itt voltam.
igaza volt. Megint nem volt semmi bizonyítékom a bűnösségére. A lelkem mélyén tudtam, hogy a fiú végtelenül gonosz. De nem tehettem mást, el kellett engednem. Ekkor a helyzet még különösebbé vált, mint amilyen volt. Nézze, Mr. Brock, az egész iskolát telefirkálták ezekkel a szavakkal. Nem értem. Mi az, hogy emlékez Pearl Harborra? Bárcsak tudná. Két nappal később a japán erők megtámadták a Pearl Harboron lévő bázisokat. A történet a támadás előtt játszódott. Honnan tudott Johnny Evans egy olyan ellenséges akcióról, amely az egész hadsereget váratlanul érte? Véletlen egybeesés? Vagy Johnny egy földi ördög volt, aki így jelezte előre a 20. század egyik legördögibb tettét? Vajon a különös graffitik története megtörtént eseten alapszik, vagy ez csupán az egyik írónk firkálmánya? Eljött az idő, hogy eláruljuk, melyik történet volt igaz és melyik nem. Következzenek a történeteink rejtélyes igazságai. Most szépen sorban végigmegyünk a mai gonosz kis történeteinken, és megállapítjuk, hogy melyikük igaz és melyikük nem. Az első történet egy körhintáról szólt, amelyen halálos átok ült. Nem fogod elhinni, de ez a ló az előbb megmart. Persze, George. Jó, tudom, nevetségesen hangzik, de a kezem a fején volt erő. Belém harapott. Jól van, nagyon vicces vagy. Elég a hülyeségből. Ez teljesen komoly. Ezt a történetet sokan szeretik igaznak beállítani, de attól még csak egy mese marad. Mi a helyzet a vörös szemű lénnyel, amely egy családot tartott rettegésben? A történet igaz vagy hamis? Mindent átkutattam. Hidd el, nincs itt senki. Biztos csak képzelődtél, Billy. Maggie-nek igaza van. A vörös szemű lény nem létezik. A vörös szemű szörnyetek történetének alapja egy megtörtént eset. Mit gondolt a kapzsisága miatt életét vesztő használt autó értékesítő történetéről? Igaz vagy hamis? Elég, ez nem vicces. Srácok, nem áll! Mi a franc? Ha ezt igaznak vélte, tévedett. Kitaláció. Mi van azzal a bolttal, amelyben látogatást tett az előző tulajdonos szelleme? Vajon létezik? Ezt nem értem. Hová tűnt az első rabló? A kazettát átnéztük, nincs rajta. Ennek nincs semmi értelme. Ő vette el a fémdobozomat, amiben 8000 dollárt tartottam. Ez a fura történet egy megtörtént eseményen alapszik. Ezt az esetet egy író, Robert Trailins dokumentálta. Az utolsó történetünk egy különös falfirkáról szólt, amely a Pearl Harbor elleni támadás előtt bukkant fel. Igaz vagy hamis? Összefirkáltad az autómat, te rohadt kis szemét! Nyugodjon meg, uram, nyugodjon meg! Akármilyen gondja is származhat abból, ha megüti ezt a csibészt. Mikor? Mi az, hogy mikor? Mikor nyúltam a kocsijához? Vajon a figyelmeztető felirat története tényleg valós? Igen, ez az eset tényleg megtörtént. Ma a gonoszsággal foglalkoztunk. Önnek azt kellett eldöntenie, hogy mely esetben volt a történet valós. Tudjuk, hogy a rejtélyes igazságok mellett vannak rejtélyes gazságok is. Találkozunk a jövő héten. A következő részben újabb 5 rejtélyes igazságról rántjuk le a leplet. Maradjanak velünk, mert már is kezdődik az emberi történetek.